Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. Átadom a videózás lehetőséget Mártinak, mert hogy most valóban mind a két kéz kell a kormányzáshoz, itt vagyunk a pahibas hivatalban. És gondolta Zoli, hogy én meg ne kapaszkodjak. Fogjam a kamerát. Hát most nincs más lehetőség, vagy én egy kézzel kapaszkodok a kormányba és kész. Nem, Isten őriz, mert akkor beszori szar leszek meg én. Vagy pedig csináld a videót és nem kapaszkodsz a mai rilosba. Egyelőre a Bedouin barátom az még észnél van. Nem tolja neki annyira, amennyire kellene. Megyünk be hozzá, mert itt fogunk éjszakázni az ő rezidenciáján. Az ő kempingjében, igen. Körülbelül 15-20 kilométerre megyünk be a sivatagba. Végre egy vállalkozó csapat, aki bevállalta, hogy a sivatagba tölti az éjszakát, mert eddig ilyen nem volt. Így van. Úgyhogy most mi is kipróbáljuk, milyen ez. Hát igen, mindenki 3-4 csillagosan ül, meg Ritz-karton, meg ilyenbe akart aludni. Ritz-karton? Schnitz-karton. Az ugye szállod a Ritz-karton? Az... Hogy ezt rohadt el, hogy milyen? Nehogy víz balra-jobbra. Remélem a jobb hátsót nem engedtem le túlságosan, mert lehet, hogy az elefordulhat a gumit, de nem akarom ezt. Aj, badár, édes barátom. Hát jövünk, olyan, mint amikor vasúti sinen sávot vált a mozdony. Ez az. Most bekerültünk az ő keréknyomába. Többiek jönnek utánunk. Reméljük, hogy férfiakból vannak. Van két fiatal fiunk, aki nagyon nagy arcú. Hát, ha most egy kicsit letörjük a szarvaikat. Nem hiszem. Nem, büszkék vagyunk rájuk, mert egész jól beilleszkedtek a rendbe. A rendszerbe. Na, szóval lényeg a lényeg. Most megyünk. Toljuk itt a sivatagba, egy picit nagyobb gázt kell adni. Mert ha visszaengeded a gázt, akkor vége. Hát ezt mindig mondtuk az offroadban, hogy az offroados barátja a lendület. Meg hogy a gáz csak akkor enged el, amikor az autó már hátrafelé megy. Tehát ezt soha nem szabad elengedni. Mondtuk ezt akkor is, amikor egy dűne tetején elakadtunk. Ugye volt ilyen is. Hát jó, persze, hát az más történet volt. Na jó, 5 méterre voltunk már csak az aszfalttól. Nem is mi akadtunk el, hanem egy angol csávó, csak mi kezdtünk el neki segíteni. Na mindegy, a lényeg az, hogy most megkaptátok a sivatagi vezetési tanácsokat. Ez most még ingyen volt. Következő videót már PayPal-al kellett tölteni. Milyen szépen ki van zöldülve a sivatag egyébként, ha megfigyelitek. Ritka dolog, de ugye még két hete nagyon sok eső esett, illetve a Jebel Shamsot hógolyóztak és egy uras Warbert is építettek az itt élők. Bármilyen furcsa is, de valóban itt azért szokott hó esni, még így a ránytérítő alatt. Na jönnek az emberek, nézem, hogy nem akadt el senki. Tehát reméljük, hogy nem is fog. Hát ezért az izgalmas, amikor valakit ki kell húzni. Hát én ebben az izgalomból már nem kérek. Öreg vagyok én már ez izgalomhoz. Hát, öreg vagyok, rossz a szívem. Ezt más helyzetre szoktad mondani. Elég nekem a veled átélt izgalom. Na. Figyelj, megyünk, toljuk neki. Úgyhogy szerintem most köszönjük el, mert... Mert hogy szeretnék kapaszkodni. Így van, így is kapaszkodsz. Hát jobb azt kért kézzel tenni egy ilyen helyzetben. Jól van. Hát, ha valami nagyobb izgalom történik. És az én szívem is megáll. Na, pedig vannak sokkal szebb helyek is, ahol menni fogunk, ahol nincs ennyire kizöldülve, hanem tényleg dűnéken megyünk keresztül. Na, majd akkor jövünk újra. Így van. Úgyhogy... Puszi pacsi, mert a Zoli sose hagyja abba a beszélgetést. Jól van, sziasztok, puszi pacsi, ciao.